Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Graveyard Keeper folytatása. Lássuk, mire is kellünk, mire is nem kellünk. Megvan kettőre is, többre úgy érzem nem is kell. Öt paszta. Sok-sok paszta. Oké, paszta. Lighthouse. Technikailag nem a Lighthouse-hoz jövünk, de oldalágon innen is jó. Na, ja, akkor némi almát is szedünk, hogy legyen több ilyen vörös bogyó. Azt kidobjuk, mert arra azért nincs szükségünk. No, elvileg olajra van szükségem, azt pedig azt hiszem innen lehet szedni. Úgy bizony. Nem tudom, hogy 10 kell, vagy valami egyéb felállás. Remek. És akkor vissza a városba. Van 3 is, amit el lehet adni, akkor ezt elpasszintjuk a fogadóba. Annyival beljebb vagyunk. Oké. És irány az Inquisitor. Dumcsizni vele, hogy egyáltalán mi a feladat, mi a helyzet. Remélem nem eljött az ideje a égetések megtartásának rendszeresen. És az ahhoz való cumó. Mert akkor az egy kicsit macera lesz. De ha így alakult, akkor így alakult. Hát ez van. Oké. Tíz flyer, meg 20 firewood. Fát, azt könnyű megszerezni, papír majd kiderül. Majdnem. Azt hiszem picit több olajat vettem, mint kéne.
Oké. Akkor kell kerámia. Ahhoz meg. Kell minden egyéb. Na mindegy, lesz kerámiánk. Lesz olajunk, lesz simogató cumunk. Egy-egy kis pöttyöcske is jön érte. És akkor iránya. Cumó, építsünk cuccokat a Snake-nek. Mindenféle darabkák, most az nem annyira érdekes. Egyenlőre. Oké. Azért már 6-nál állunk. 10 vér kell mind a kettőhöz. Az se kevés. De valahol állunk vele. Na, itt van egy... Jó, hogy beleestünk. Tizennégy vér. Fűszerek. Azt mondja, nem ide kéne. Oké, mi kellett neki? 10 flyer, 20 firewood. Akkor nem is olyan vészes az ügy. Jó, úgy jelen van elég vér, még itt ott elhagyva. A játéktér egy jelentős részén hagytunk el vért. Különféle okokból. Vagy nem. Se baj, ha más nincs, akkor azért egyet összerakhatunk. Hát ez móka lesz. Aludjunk. No, hát. Pömp. Egy berry juice.
Mi kell ide? Olaj. Alma. Hogy állunk a kettes furnace-hez? Kettes anvil, de az még nem annyira. Ó, hogy 20 ilyen meg 200 olyan. Akkor egyenre még nem. Mehet, 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 mehet. Ezek meg kellenek. No, és akkor most meglátogatjuk azt a dungeont. Mire megyünk vele? Elsőnek majd megesszük azt a két zöldikét. Ha nem felejtem el, hogy azt kell megenni, és akkor azzal még egy helyet nyerünk. Emlékszem, hogy ezt kitakarítottam-e, és főleg, hogy kitakarítva marad-e. Úgy látom, igen. Ami jó hír. Akkor apránként azért lehet haladni itt. Akkor is, hogyha bénázunk. Filcs ilyesmire nincs szükségem, úgyhogy ez nem érdekel. Akkor se, ha esetleg hasznos dolgok lennének. Nyomokban. Ohohoho. Oké, hát elsősorban a életerőnket fazaroltuk, nem a energiánkat. Nagy aranymagas, sose fog ártani. Fogadható végeredmény. És akkor irány a következő szint. Ó, itt már kék bogyók vannak. Még egy jó gyógyítal egy az egybe. Az azért jól hangzik. Nem. Valamelyikbe fennáll a veszély egyébként, hogy találunk valamit? Látom, nem.
Kék zselé. Oké. Van itt cabbage seed, az mondjuk nem kell. Ez se kell. Bucket of blood. Abban mondjuk lesz egy csomó vér, mondjuk. Az azért hasznos. Az az egy probléma, hogy persze a szint kitakarításához a maradék irányokat is ki kell takarítanom. De hát ez van. Ott a bejárat. Nem izgat a kék bogyó, viszont lehet, hogy értékes. Nem tudom, de lehet, míg a másik biztosan nem. Bányászunk. Nyolc ezüst. Minek a helyére jön be a nyolc ezüst? Kemény, kemény, hogy minek a helyére jön be, mert nem tudom megvonna. Egyébként te vagy az áldozat, Chisel. Téged tudlak pótolni. A többit, ez a 8 ezüst, az 8 ezüst, az azt érdemes le reszelni. No. És akkor irány a következő szint, ezzel ezt kitudtuk, letudtuk, elfelejtjük. Két szintet haladtunk, az jó hír. Gyorsan megyünk misézni, mert azt azért nem kéne bebukni. Egész éjszaka harcoltunk a templom alatt. Majd följövünk misézni szörnyvértől duzzadva. Komolyan nem tudom semmire használni. Mindegy, berakjuk, mert ki tudja, hogy kölle valamire is. És akkor tartsunk misét. Este szörnyeket vadászunk, nappal misézünk, kettő között temetőt üzemeltetünk. És időnként persze zombikat keltetünk. Mert az meg kell.
zombi mindenkinek kell. No. Oké. Okay. Az egy fincsik. Te akarsz valamit? Biztos, de csak olyasmit, amit... Ötven petelk a trade license. Jó. Akkor ez bőven ráér, úgy érzem. Kellene némi potenciális zombi. Tizenöt alma. Ez jól hangzik. Oké. Hát ez nagyon-nagyon lassan fog jönni, mondjuk annak örülök, hogy van már két arany mag, csak így ingyér. Bogyók. Jó. Akkor következő szakasz. Ki lehetett volna vinni a... Hogy hívják ott? Répát, és akkor talán már jött volna. Ó, hogy nincs. Hogy nincs répánk elég. Nyusz, nyusz. Húszat igényel. Jó, kés, készüljön a grafit. A répa. Thank you.
Oké. That's so-so. Újabb fincsik is köd, mert miért ne? Egy csomagot kirakunk, de többet nem. Miből nem kell ennyi? Leginkább semmiből, de... Hát lassan áthozzuk ide a cuccokat. Van-e olyan bogyó, amit még nem elemeztünk? Es, de ahhoz kéne. Akkor azt még nem. Jó, a zsírt azt feláldozzuk, hogy legyen egy adag kék bogyónk. Nem is kevés. És akkor Furnace 2. Oké. Ha megtalálom. 30 fehér bogyó. Majd meglátjuk. Jó, fire, stb. Berry juice. Nem különösebben. Lassan-lassan haladunk, de... meglátjuk. Berry juice mehet. Répa, retek. Magyaró, mi egyéb? Oké. Most mi kell nekem? Spirit Laser, stb. Gypsy Baron. 20 bogyó. Trade License. Ezt nem tudom, hogy honnan szerezzük. Klotónak kéne jó minőségű pumpkin, Silver Star fish filet. Hogy állunk anyagilag? Szoszó. Jó, akkor egy csomó bittel elmegyünk a... hogy hívjákhoz? Kereskedőhöz.
hogy mi az. Aztán meglátjuk, hogy abból mi lesz. És ennyit vagyok hajlandó küzdeni ezért. Mi kéne? Ez egyébként 24 valami. Gabona. Nem teljesen tiszta, de valószínűleg 24 magból csinál 32 gabonát, aztán majd valami lesz. Hozza az első hullát. Egyáltalán nem kapkodja el az ügyet. Na mindegy, én se. Három. Hát nem egy nagy eredmény, de... De most itt ez van. Innen lehet valamit lemonyulni, nem? Innen sem. Hát semmi, semmi lényeg nincs. Semmi olyan, amit meg lehetne csak úgy nyúlni. No, meglátjuk. A zombink minőségén sok múlik. Ja, tényleg magukat vehettünk volna. Igazából nem. Vehettünk volna, de nem nagyon érdekel. Oké. Lássuk, milyen hullát hoztál. Egész jót. És főleg van benne egy vér. Ami mindig hasznos. Na, el se szúrtuk. Jó, és akkor ez lesz a másik bányászunk, nem tudom milyen. Aztán majd ez fog szenet bányászni végre. És akkor a szállítónk az időnként szenet, időnként egyebet fog hozni. Jó, hát ez a szállító bőven elég, tempós. A másik az nem. A másik az kicsit küzd vele, úgy látom. Nem kapkodja el az ügyet. Na hát lassan-lassan bányásszák mind a ketten, amit bányásznak. Annyival hozzájárulok, hogy egy adagot én is még bányászok.
miért ne? Ha már itt vagyok. Még limestone. Azt gondolom majd valamilyen későbbi cuccokhoz kell. Nem feltétlenül a legértékesebb dolog, de van. A többiektől nem láttam, úgyhogy nem fogom azt mondani, hogy nem. No. Oké. Okay. Igazából ezek szintén ide mehetnek. Lassan kell majd egy redstone. Oké, ezt elindítjuk, aztán majd meglátjuk. Úgyis alszunk egész nap. Vagy nem, mert elmegyünk a kereskedőhöz. Nálam van a spice, igen, elvileg az kell neki. És akkor legalább azt lepasszintjuk. Határeset mindegyik, de hát ez van. Oké. Öt aranykaját hozzunk neki. Biztos pont erre vágytunk. Na mindegy, meglátjuk, hogy mire van szükségünk hozzá, de az már úgy látom legközelebbre marad. Alszunk. És azt hiszem már ennyi. Folytatjuk innen legközelebb. No, hát haladtunk nem keveset. Elvileg rendeztük a bányát zombiainkat. Majd upgrade-elni tudjuk a műhelyt, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Már annyi.